Egy életvilágra jöttél sokféle dologgal lehet szimbolizálni. Akadnak olyanok, akik közösségi oldalukra töltenek fel a képeket csecsemőjükről, és olyan szülők is, akik egy természetesebb módját választják, hogy megünnepeljék gyermekük világra jöttét. Életfákat ültetnek. Bátaszéken ennek az elmúlt 9 évben nagy hagyománya lett, és idén sem tettek másként a fiatal szülők. A település polgármestere szerint ez egy szép hagyomány, amit évről évre egyre többen követnek. Azt gondolom, hogy egy hosszú évek óta hagyományos rendezvény már ez itt ősszel, ez a faültetés. 9. esztendeje zajlik a településen. Kettős céllal került ez létrehozásra. Egyrészt szerettünk volna egy olyan programot létrehozni, illetve szerettek volna a szervezők egy olyan programot létrehozni, hogy egy környezetvédelmi indítatásból, faültetéssel együtt egy kis kötődést alakítsunk ki azon családok körében, akiknek adott évben gyermekük születik. Egy jó program, egy kötődés a családnak a településhez, és egy kicsit a környezetvédelmét is tudjuk segíteni. Tehát azt gondolom, hogy ezzel körítéssel ez egy nagyon kellemes őszi program itt Bátaszéken. A faültetés szervező Keresztély Gyula városi könyvtár vezetője azt mondja, jó érzés látni, hogy az elültetett fák együtt cseperednek a gyerekekkel, és reméli, ez a szokás felébreszti majd bennük felnőttkorukra a szülőföldhöz való kötődést is. Ez a faültetés azért egy fontos dolog, mert egyrészt erősíti a szülőföldhöz való kapcsolatot, azért soha ne felejtsük el, hogy akárhonnan indulunk. Egy idő után, ha messzire is megyünk, szeretünk mi oda visszatérni, mert ilyenek vagyunk mi emberek. És az, hogy egy gyermek majd ugye nyilván mire felnő, fogalmunk nincs, hogy merre fog kerülni, csak bízunk abban, hogy jó helye lesz, szeretni fogja azt, amit csinál. De az a tudat, hogy van itt egy kis fa, ami az ő nevét őrzi, az neki lett elültetve, a családja elültette, sőt a vendégkönyvbe ír neki pár gondolatot, amit majd ő, hogyha már abban a korban van, hogy elolvassa, így tudja értelmezni, elolvassa és örömmel fogja venni, hogy neki mit kívántak annak idején a faültetéskor a családtagjai. Én úgy gondolom, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ezt mindenképp erősíteni kell, és ha most azt mondom, hogy a 9. évben ültetünk, és 270 fa körül járunk, azért az egy nagyon szép dolog. Úgyhogy én csak bízom abban, hogy a jövő évben, amikor már 10. évfordulósok leszünk, sokan fognak megint jönni, úgyhogy sok kisgyereknek fogunk fát ültetni. Rengeteg család ültetett fát a bátaszéki mentőállomás melletti zöld területen idén is. Az egyik csemetét elültető apuka azt mondja, fontos, hogy odafigyeljünk a környezetünkre, ezért is tartja jó ötletnek ezt a kezdeményezést. Ja, hallottuk ezt a hirdetést, és ugye úgy gondoltuk, hogy jó lenne ugye a kislányunknak egy kis fát ültetni, és akkor így lényegében így jött az ötlet, hogy ha már született valaki, akkor ültessünk neki egy fát. Elég sok fát kivágunk azért manapság, azért legalább, hogyha így tudunk segíteni, akkor legalább ezzel járuljunk hozzá a környezetvédelemhez. A bátaszéki szülők egyébként 35 fát ültettek el a délután folyamán. A szervezők azt mondják, már több mint 270 család ültetett a városban, szerteszét az évek folyamán. A becslések szerint jövőre akár a 300-at is meghaladhatja az elültetett fák száma.